Decemberben adtuk át a munkaterületet, és terveink szerint ezt a fejlesztést most 2020 őszén szeretnénk átadni. Már az aljzatbetonozási munkálatokat végzik a szakemberek a Csillag utca 4-6 szám alatt. Az ingatlan eddig üresen állt, mivel Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata 100%-os visszanemtérítendő pályázaton támogatást nyert, így most korszerű orvosi rendelőt alakítanak ki az épületben. A védőnői szolgálatra is gondoltak, nekik is helyet biztosítanak az újjáépített helyszínen. A sikeres pályázatnak köszönhetően a Csillag utcán már elkezdődtek a munkálatok, csak úgy, mint a Fenyő utcán. A fejlesztés részeként többek között kicserélik a nyílászárókat, hőszigetelik az épületeket, és rozsdét szőlőn is méltó elhelyezést kap a védőnői szolgálat. Tudtuk meg Jászai Menyhért alpolgármestertől, aki emlékeztetett, az elmúlt években nagyjából 2 tucatnyi rendelő újult meg különböző forrásokból, legutóbb 2 új készült el a Szent István utcán. Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének újabb üteméhez érkeztünk. Itt mögöttünk található a Csillag utcai korábban igen leromlott állapotban lévő önkormányzati épület, ahol az aktuális fejlesztésből 3 felnőtt házi orvosi rendelőt fogunk kialakítani, és 4 védőnői szolgálatot. Nagyon fontos, folytatjuk a korábban megkezdett munkát, miszerint az egészségügyi alapellátásnak az infrastruktúrális feltételeit mindenképpen javítani kell. Ez mind a betegek, mind az ellátottak, mind az orvosok és a személyzet, tehát a védőnök számára nagyon fontos. A pályázati felhívás alapján az épületek felújítása mellett eszközöket is beszerezhetnek, így a rendelőkbe jutnak majd az egészségügyi szolgáltatás biztosító berendezések is. 2017-ben adtuk át a Kis-SZTK megújult épületét, de tavaly esztendőben 2 új orvosi rendelőt építettünk, nem csak EU-s forrásokból, kifejezetten saját erőből is ez a 2 rendelő úgy valósult meg, és nagyon-nagyon népszerű az egészségügyi támogató programunk, amely egy olyan alap, amelyre az orvosok pályázhatnak, műszerek, a gyógyítás segítő eszközök beszerzésére visszanemtő támogatást adnak, ezt nagyon-nagyon szeretik, és minden évben kihasználják az adott évre tervezett keretet. Így áll össze az orvosokkal egyeztetett program, közép- és hosszútávú program, amelyel az egészségügyi alapellátást fejlesztjük Nyíregyházán. 2020 őszére tervezik a Csillag utcai átadást. Az épületben a tervek szerint 3 házi orvosi rendelő és 4 védőnői szolgálat kezdi el a működését, a Fenyő utca 1 szám alatti rendelő felújítása pedig várhatóan tavasszal készül el, természetesen mindkét épület akadálymentesített lesz.